Nyolc, többségében középiskolás karcagi fiatal is tagja volt a Longuba hivatalos karcagi delegációnak, a francia település lengyel, bolgár és német testvérvárosának fiataljaival közös kulturális programokon vettek részt. Délelőtt egy ilyen fűpályán játszott hokin vettünk részt, nagyon jól érezte magát az egész csapat, és most délután pedig az olimpiával kapcsolatos rajzokat készítünk. Az év egyik legnagyobb eseménye, Franciaországban pedig mindenképpen a legfontosabb, a párizsi olimpia. A francia főváros harmadszor házigazdája a nyári olimpiai játékoknak, legutóbb éppen 100 évvel ezelőtt volt rendező. Így nem csoda, hogy az ifjúsági programok központi témája is az olimpia. A tegnapi napon volt alkalmunk arra, hogy megtekintsük az olimpiai lángot itt Amiensben, és ez szerintem sokakat inspirált arra, hogy itt a mai napon a művészeti programokon hasonló dolgokat örökítsenek meg. Amiens annak a régiónak a központi nagyvárosa, amelyhez Longu is tartozik. A 130 ezres város is az egyik állomása volt az olimpiai lángnak, így az ifjúsági fesztivál résztvevői előtt is elfutott a lángstaféta. Megnéztük az amiensi Notre Dame-ot, ami gyönyörű szép, és amit egyébként nem tudnak róla sokan, hogy nagyobb, mint a párizsi Notre Dame, valamint várost is néztünk. Az újabb szerződéssel megerősített Longu karcag testvérvárosi szerződés a remények szerint még tovább szélesíti a két település kulturális, sport, oktatási és ifjúsági programjait. Hogy ezek mennyire lesznek hasznosak és hatékonyak, az már a karcagi fiatalokon múlik.